Sziasztok! Ma azért vagyunk itt, hogy csináljak rajtam egy teljes mű diagnosztikát. Gyertek, menjünk is be! Halló, sziasztok! Hogy vagy? Hogyan utál? Hogy pihentél? Jól vagyok, köszönöm szépen, minden rendben van. Fölkészültem a feladatra. Jelenlegi állapotra vagyunk kíváncsiak, úgyhogy nyilván tudom, ezt nincs rossz eredmény. Oké. Okay. Meg tudtélben megyünk majd a következő edzésünket tovább. No, éppen a Bencének a testzsír meghatározása zajlik. Az előbb megnéztük egy bioelektromos impedancia mérleggel, most pedig megnézzük egy kaliperes bőrredőmérővel. Itt az izomszövet fölötti zsírmennyiségére vagyunk kíváncsiak, 7 ponton mérjük. Nyilván a Bence, mint élsportoló, ő neki azért nem szabad megengednünk azt, hogy a testzsír százaléka az egy bizonyos szint fölé emelkedjen. Szuper. Most a Bencének a laktátméréses lépcsőtesztje zajlik. 100 watt ellenárásról indulunk, és 3 percenként kap 20 watt ellenállás emelést. Kezdő laktát szintről nézzük a terelés hatására, hogy nő a laktát szintje. Ez alapján határozzuk meg az egyéni pulzus zónáit. Megszúrtuk a Bencének a fülét, és egy csepp vérből ugye a laktátmérő segítségével megállapítjuk a jelenlegi laktát értéket. Gyere, még. Megy az a pulzus följebb, még gyere. Oké. Okay. Maradj elő a kormányon, csak levegő, jó? Nem beszélsz, nem mozogsz, csak szuszogsz. Láthattuk, hogy egy teljes állapot felmérés nem csak arról szól, hogy valaki bejön hozzánk, és egy kerékpáron vagy egy futó ergométeren nekiáll futni. Van mind dolgozni, de egy nagyon biztató eredményt kaptunk. Nyilván az a cél, hogy ezeket az értékeket a versenyszezonig minél magasabb szintre emeljük. Ez egy jó kis képet ad arról, hogy jelen pillanatban hol tartunk. Vagy teljesen más az idei felkészülés, mint eddig. Volt egy sérülésem nyáron, onnan egyből műtötték a vállamat, tehát egy jó pár hónap kimaradt. Eddig mindig az volt, hogy lejöttem egy szezonról, pihentem egy kicsit, aztán újra kezdtem. Nyilván arról a pontról sokkal egyszerűbb elkezdeni, mert végigversenyzel az egész szezont, végigedzel, egy kicsit pihensz, és úgymond majd egy feltöltött állapotba kezdesz el edzeni. Na most ez nem volt meg. Most szinte idézőjelben végig pihentem az egész évet. Most úgy érzem, hogy most már azért kezdek visszarázódni, a motoron is kezdem jobban érezni magamat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog számomra, mert a motivációt azért az adja. Azon leszek, hogy tavaszra minden jobb állapotba kerüljek. Mai napon azért vagyunk itt, mert a Bencének a pályatesztjét fogjuk megcsinálni.